És íme, hogy el nem zokogom magam. Gyerekek, visszajött. Nieder zärische Konstitution im Leben die demokratische Republik. És hol volt ez idáig? Bekne kucomba kölcsönadták, aztán már azt tudták, kinek adják vissza. És a másik oldalán ugyanez van? Nem. Nem. Lébedi... Im Leben die Sozialdemokratische Finn Polen ich Litte. Tehát Litvániában és Pólinban legyen szociáldemokrácia. Hamarosan újra szombat van, s ne felejtsék. A Messiás csak akkor fog megjönni, ha egyszer mindannyian betartjuk a szombatot. De mi is történik szombatonként? Azaz péntek este, lányok, asszonyok meggyújtják a gyertyáikat. Gondolom, aki idáig nem tanulta meg a héten, már tudni fogja. Ha nem, akkor tessék elővenni az imakönyvet. Nagy nyomtatott betűkkel vagyon az írva, és ha lehet, akkor héberül. Mert illik ismerni az alepbétet, azaz a héber ABC-t, és elimádkozni a gyertyagyújtást. Majd... A férfiak elmennek a zsinagógába, természetesen az asszonyok és a lányok is követhetik őket, csak ők mondjuk különüljenek és egymás közt beszélgessenek, ne a párjukkal, ha már lehet a zsinagógába nem csak imádkozni, nem beszélgetni, de ez egy teljesen más mese. Tehát mi van még a zsinagógába? Rabbi, és ahol rabbi van, ott heti szakasz is van. Ez alkalommal újra felkeressük Darvas István rabbit és Toronyi Zsuzsa muzeológust. Nem csak simán a heti szakaszról, hanem ahhoz párosítunk is valami páratlan gyönyörű dolgokat. Tartsanak velünk! Ezen a héten egy vallási előírásokban, micvákban gazdag heti szakaszt olvasunk, Mishpatim heti szakaszát, amelyik nem egy különösebben hosszú szöveg, 118 mondatból áll, viszont ebben a 118 mondatban 53 tórai parancsolat található, ami azt figyelembe veszik, hogy összesen 613 van, egy egész magas aránynak mondható. Ezeknek az előírásoknak az a közös jellemzője, hogy az úgynevezett Bein Adam le Adam, azaz az emberek egymáshoz fűződő viszonyát irányítani, befolyásolni kívánó parancsolatokat tartalmazza. Ennek kapcsán van egy számomra nagyon kedves rabbi, úgy hívják őt, hogy Simcha Bunim. A Simcha Bunim annyit jegyez meg, hogy nem véletlen, hogy itt ezekkel a parancsolatokkal találkozunk, így a kinyilatkoztatást követő heti szakaszban, mert ez azt tanítja, amit a mestereink már korábban megtanítottak, Derech Eretz Kidma LaTorah, amit többféleképpen is fordíthatunk. Az, ahogyan a Rebbe értette ebben az esetben, az arra vonatkozott, hogy az emberek viszonyát befolyásoló parancsolatok, azok talán fontosabbak is, minden esetre meghatározzák az Istenhez fűződő parancsoknak a végrehajtási minőségét. De van egy másik jelentése is, amit azért nem árt felidéznünk így a szombat bejövetelét megelőzően, hogy akkor, hogyha valaki egy minimális derekerecsel, azaz a kultúrát viselkedésnek, a normális hétköznapi értékrendnek a képességével, vagy ennek a birtoklásával nem rendelkezik, annak igazán fölösleges és kár tórát tanulnia. Mert annak, hogy a tórai tudás, a hagyományról való ismeret érvényesülni tudjon, annak van egy nagyon fontos alapfeltétele, hogy a szónak a legkevésbé földműves értelmében ne legyen valaki paraszt. Hiszen itt természetesen nem a mezőgazdasági munkásokról szól ez a dolog, hanem a köznapi értelemben vett viselkedési minimumnak a hiánya, az a túratudásnak is mondjuk így, hogy kárt okoz, sőt, mondhatjuk azt is, hogy kontraproduktívá teszi a túra is ismereteket, mert az, ami egyébként hasznos lehetne, az megfelelő viselkedés hiányában éppen ellenkezőleg hathat. És ezért nagyon fontos az, hogyha valaki túrával foglalkozik, attól még ne hanyagolja el azokat az általános értékeket, amiket így a mindennapokban fontosnak tartatunk, az udvariasság, a normális beszéd, a másik emberhez való odafordulásnak egy minimum alá soha nem menjünk,
menjen ilyenkor valaki viselkedésben, mert hogyha így tesz, akkor azzal nem csak a személyes kapcsolatainak, nem csak a másik ember lelkiállapotának, hanem még a saját tóra tudásának is árthat, rombolja azt. Éppen ezért van egy könnyebb út, normálisnak kell lenni a hétköznapokban. 613-ból említette Rabbi úr, hogy 53 parancsolat is van a héten. Kérdezem én a muzeológust, mit tud párosítani 53 utasításhoz, tórai parancsolathoz? Elég sok mindent lehetne ehhez párosítani, de most arra gondoltam, hogy egy kicsit forradalmi módon egy olyan tárgyat fogok párosítani, amelyhez talán egy kicsit mélyebben el kell gondolkodnunk, nem annyira magától értetődő, amire gondoltunk. Eredetileg meg kell, hogy mondjam, hogy egy más tárgyat szemeltünk ki ehhez a heti szakaszhoz, Persz Mayer nagykárói rabbinak a beiktató levelét, amiben nagyon szépen le van írva, hogy ahhoz, hogy ott az ő közösségében ezek az emberi viszonyok működjenek, ahhoz neki mi mindent kell csinálnia. Ez egy nagyon-nagyon szép dokumentum, szívesen megmutatom. Ez ki is van állítva itt a múzeumban? Ez ki van állítva a mi raktárunkban, a levéltári látványraktárban, aki bejön, és kér egy olyan vezetést, ami során ezt megtekinti, akkor meg fogja látni. Ez egy nagyon szép dokumentum. És egyébként a tavasszal nyíló 100 éves kiállításunkat, a Magyar Zsidó Múzeum megnyitásának 100. évfordulóját ünneplő kiállításunk, amelyben ezt az elmúlt 100 évet 100 tárgyon keresztül fogjuk felidézni, abban állandóan látható lesz. Tehát egy kicsit majd elköltözik innen a raktári fiókból a Rivalda fénybe, a kiállításba ez a tárgy. Nagyon érdekes dokumentum, az is le van írva benne például, hogy Persz Mayernek a baleseteknél helyszínelnie kell, és ott kell lennie, hogyha valami olyan galiba történik a közösségben, ami esetleg vitához vezet. De most mégsem ezt szeretném megmutatni, ugyanis nagy örömért a gyűjteményünket. Volt egy olyan tárgy, ami nagyon régóta itt volt, 1910-ben vásárolta a Magyar Zsidó Múzeumot fenntartó egyesület. Természetesen azokból az összegekből, amik ajándékként érkeztek, adományként érkeztek ebbe a gyűjteménybe akkor, és megvásároltak egy olyan zászlót, ami nagyon sokáig külföldön volt kölcsön egy másik múzeumban, és én úgy gondolom, hogy egy kicsit... Melyik országban és melyik múzeumban? Tel Avivban volt a Béthetfucotban, a Diaspora Múzeumban, és egy kicsit már ott is elfelejtették, hogy vissza kéne küldeni, meg itt is úgy gondolom elfelejtették, hogy vissza kéne kérni, de most mégiscsak visszakértük. Ezt a tárgyat is be fogjuk mutatni a 100 év történetében, hiszen ez egy olyan rétegét mutatja meg a zsidó társadalom történetnek, amit zsidó múzeumi tárgyakkal hagyományosan egy picit nehezebb. Ez egy zászló, ami egy vörös vászon, amire jiddisül, az van ráfestve, hogy le a cári alkotmánnyal éljen a demokratikus forradalom. Hát akkor rajta nézzük meg. Nézzük meg ezt a tárgyat. Szóval ez egy szép nagy vörös zászló, és hát látszik, hogy ez egy ilyen ad hoc készítésű valami, nem egy hímzek, mint a régi hagyományos zászlók, hanem nagyon egyszerűen festékkel vannak ráfestve a betűk, jiddisül, hiszen a másik oldalának a felirata alapján tudjuk, hogy ez a lengyel és a litván szociáldemokrata zsidóknak a zászlaja volt. És én azt gondolom, hogy azért mégiscsak oda tudjuk kötni, és én remélem, hogy István nem fog megcáfolni azzal, hogy oda tudjuk kötni ezt a tárgyat a heti szakaszhoz, hiszen itt egy önkényuralom ellen lépnek fel egy demokratikus közegben élni vágyó zsidó közösségnek a tagjai, és ahhoz, hogy ennek meglegyen a derech eretze, ahhoz, hogy egy olyan közegben tudjanak élni, ahol azok a normák, amik valószínűleg egyébként a tórai parancsolatokból erednek, ők ezen nőttek fel, ezt próbálták meg kiterjeszteni minél szélesebb körben, ha akarom egy kicsit a Tikkun Olam gondolatát is behozva, az egész világ megjobbítására, egyenlőbbé, igazságosabbá tételére gondoltak. Ennek sokféle útja létezhet. Az egyik útját ők akkor úgy érezték 1905-ben, hogy az az útja, hogy csatlakoznak a szociáldemokrata mozgalomhoz. Nyilván 1950 a lengyel és a litván zsidóknak számos más útja is nyílt. A világ jobbítása, a világ igazságosabb áttételére, nyilván az összes többi heti szakaszon kapcsán más utakról beszélünk általában. Én mégis azt gondolom, hogyha
belegondolunk abba a szituációba, ami akkor ott volt, és belegondolunk, hogy ők milyen tórai parancsolatok ismeretében nőttek fel, akkor nem olyan nagyon erős és vad gondolat ezt a kettőt összekötni. Talán nézzük az ászló másik oldalát is. Rabbi úr segít. Úgy gondoltam, hogy a tárgy szövegének megfejtésében Na mi ez? Ez mi? Inlébe. Ja, inlébe. Diszociáldemokrátis fun polin un lite. Ugye? Az un? Polin. Lengyelország. Or polen. Ez polen. Munkások, munkások. Igen, szóval polin. Tehát akkor inlébe. Mi ez? Diszociáldemokrácia. Ez egy szemek. Diszociáldemokrácia. Cia. Fin. Fajden. Fajden. Indita. De ez én. Vagy in, én. In. Indita. Indita. Aha. Igen. ביום שני השבוע, מוקדם בבוקר, נחתו בישראל בשדה התעופה בן גוריון השלוחים של הרבי באוגנדה. אח שלי הצעיר, הרב מוישי, ואשתו הרבנית יוכבת וארבעת ילדיהם. ואיך שהם נחתו בארץ, קרה להם משהו מאוד מיוחד, ומיד שיתפו אותנו בקבוצה המשפחתית. וכך הם סיפרו. לפני 4.5 שנים, כשיצאנו לשליחות באוגנדה, לא היה לנו ספר תורה, ואחד מהשותפים לעשייה הסכים להשאיל לנו ספר תורה לכמה שנים. ולפני כמה חודשים התקשר אותו בן אדם ואמר שהוא צריך את הספר תורה הזה חזרה, יש בו שימוש למקום אחר. אמרנו לו, אנחנו מגיעים עוד מעט לארץ, נחזיר את הספר תורה איתנו. וכך עשינו. וזה היה לא קל. חשבנו לעצמנו בדרך, מאיפה נשיג עכשיו ספר תורה? לא יכול להיות שבאוגנדה לא יהיה לנו ספר תורה. ואז מוישי אמר לאשתו, אני אנסה אולי להשיל ממישהו אחר. אבל אשתו עם אמונת נשים חזקה אמרה, לא. אנחנו עכשיו צריכים לעשות השתדלות שיהיה לנו ספר תורה קבוע משלנו. ומספרים אחרי כל התלאות, הנסיעה הארוכה עם הספר תורה הכבד, איך שהם יוצאים החוצה מהשדה תעופה, הם פותחים את הטלפון ואז הם מקבלים בשורה מאוד טובה. שהייתה הגרלה, לילה לפני, בניו יורק, בכינוס השלוחות, ושם עשו הגרלה על 12 ספרי תורה, במקומות כאלה שאין בהם עדיין ספר תורה. והם השלוחים באוגנדה זכו בספר תורה חדש. הם אמרו, איזה חיבוק גדול קיבלנו מן השמיים. הקדוש ברוך הוא, ברכותיו של הרבי, הראו לנו שלא ישאירו אותנו רגע אחד בלי ספר תורה. רק הגענו לארץ והחזרנו ספר תורה, ומיד קיבלנו מן השמיים ספר תורה חדש לשליחותנו החשובה באוגנדה. בפרשת שבוע אנחנו קוראים על כך שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, עלה אליי ההרה ואתנה לך שם את לוחות האבן שעליהם יש את התורה והמצווה אשר נתתי לאור אותם. ומאז הקדוש ברוך הוא נתן למשה לתת לנו ספר תורה. ומעניין שבספר היום יום, בתאריך אב בשבט, יום פטירתה של הרבנית חיימושקה, אשת הרבי, אומר שם הרבי דבר מאוד מעניין. בחיים יש שני סוגי חוקים. יש חוק שנוצר מהחיים, ויש חוק שיוצר חיים. חוקי אנוש הם חוקים שנוצרו מהחיים. כל מדינה ראתה מה צריך, איזה חוקים לעשות,
כדי לשמר סדר במדינה. ולכן אנחנו רואים שבכל מדינה יש חוקים אחרים, מתאימים את זה לפי הזמן והמקום. פרט עכשיו בקורונה אנחנו רואים שכל מדינה מתנהלת לפי הדבר שמתאים לה שם. לעומת זאת יש חוק שיוצר חיים, וזה תורת השם. החוק האלוקי שיוצר חיים, והתורה היא תורת אמת, ולכן היא נמצאת בכל מקום ובכל זמן. התורה היא נצחית. אז התורה נמצאת גם באוגנדה, גם בהונגריה, ובעצם בכל מקום שנמצאים שם יהודים, התורה נותנת לנו חיים, נותנת לנו דרך והדרכה איך להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, איך להשכין אור בעולם הזה, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו להיות קשורים עם התורה מתוך בריאות, נחת ושמחה. שבת שלום. A Holokauszt Emlékközpont nevében szeretettel köszöntjük vendégeinket. Ezen belül is elsőként és megkülönböztetett tisztelettel köszöntjük a körünkben jelenlévő túlélőket. Továbbá a diplomáciai testületek, az egyházak és a kormányzat megjelent képviselőit. 2005-ben az ENSZ közgyűlése január 27-ét a holokauszt nemzetközi emléknapjává nyilvánította. 1945-ben ezen a napon szabadult fel Auschwitz-Birkenau a legnagyobb és leghírhettebb náci haláltábor. Erről a gyásznapról a holokauszt emlékközpont minden évben megemlékezik. Az emlékezés gyertyáit idén dr. Körmendi István túlélő és a Veselényi utcai nevelési és oktatási központ diákjai gyújtották meg. A zenei kíséretet Fülei Balázs, Liszt Ferenc díjas zongoraművész biztosította. Most tisztelettel felkérem dr. Kovács Tavás urat, a Holokauszt Emlékközpont igazgatóját, köszöntse az egybegyülteket. Tisztelt túlélők, tisztelt miniszter úr, tisztelt nagykövetasszony, nagykövet urak, tisztelt rektor, rektorhelyettes és dékán asszonyok és urak, tisztelt igazgató urak, kedves vendégeink! Január 27-e van. Az ENSZ 2005-ös határozata alapján ez a holokauszt nemzetközi emléknapja. Tudjuk, ez az a nap, amikor a Vörös Hadsereg 1945-ben felszabadította az Auschwitz-Birkenaui koncentrációs tábort, és az ott talált néhány ezer túlélőt. Mondhatni ezek a tények. Ha van nap, amikor nem szeretek ezen a pulpituson állni, az pont január 27-e. Egy tábor felszabadítása kapcsán valami olyasmiről kell beszélni, aminek eleve nem lett volna szabad megtörténnie. Nem lett volna szabad természetesnek venni, hogy vallásuk, származásuk, hogy azt nem mondjam, fajuk alapján megkülönböztetnek embereket, diszkriminálják őket, gettósítják, majd deportálják, és végül vagy elgázosítják, vagy halálra dolgoztatják őket valamelyik halál vagy munkatáborban. Auschwitz ma már szimbólum, de nekünk magyaroknak különösen fájó. Hiszen az ott elpusztított 1,3 millió ember egy harmadát a korabeli Magyarországról deportáltak adták. Mondhatjuk, hogy Auschwitz-Birkenau a legnagyobb temetője a magyar történelemnek.
Több mint 75 év telt el a tábor felszabadítása óta, sajnos egyre kevesebb az egykori túlélő, aki közöttünk van. Mégis, most hozzájuk fordulok két kéréssel. Egyik, hogy beszéljenek. Mondják el, mi és hogyan történt velük. Mondják el, hova vezet a gyűlöletkeltés, a kirekesztés, az antiszemitizmus. Félek, napjainkban a világnak soha nem látott szüksége van most a hiteles szemtanúkra. A másik kérés, hogy mutassanak nekünk a háború után született szerencséseknek példát, hogyan kell felállni, hogyan kell újrakezdeni az életet, akár azzal a tudattal, hogy a családomat elpusztították, és hogy hogyan kell felépíteni egy, vagy éppen kettő országot. Szükség van önökre, az önök példamutatására. Így ugyanis az egyik gyertyát meggyújtó Körmendi István doktor úr, aki lassan 99 éves lesz, ne csak mint mindmáig aktív háziorvos legyen közismert, hanem mint fontos szakkönyv szerzője is. Ki nem tudná, doktor úr legutóbbi könyvét 2015-ben, tehát 92 évesen publikálta, és ebben az 1400 oldalas könyvben összefoglalta házi orvosi életútja tapasztalatait. Kérem, emlékezzünk együtt méltósággal, a jövő miatt érzett felelősséggel a 6 millió ártatlanul elpusztított, köztük a 600 ezer magyar áldozatra. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Tisztelt túlélők, az áldozatok rokonai, tisztelt elnök úr és igazgató úr, excellenciás nagykövet asszony és nagykövet urak, tisztelt megemlékező közösség. A világ összes sötétségének sincs akkora ereje, hogy egyetlen gyertya fényét is elnyomja. Ha tehát le akarjuk győzni a sötétséget, világosságot kell gyújtanunk. Ma összegyűltünk és meggyújtottuk az emlékezés fényeit, hogy felidézzük a fájdalmas és mindmáig feldolgozhatatlan múltat. Tisztelegjünk az áldozatok és a hősök előtt, és emlékezetükbe idézzük azt az istentelen és embertelen zsarnokságot, amely áldozattá és hőssé tette őket. Az Egyesült Nemzetek Szervezete választotta emléknappá az auschwitzi haláltábor felszabadulásának napját, mint azt a pillanatot, amely tragikus voltában összekapcsolja és figyelmezteti az emberiséget. Figyelmezteti Európát saját történelmére és felelősségére, és figyelmezteti az európai államokat, így Magyarországot is, saját polgáraink védelme, méltóságának megóvása, a származás alapján történő különbségtétel tilalma, olyan mindenek felett álló parancs, amelynek nem engedhetjük meg újra, nem engedhetjük meg soha többé, hogy ne engedelmeskedjünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nem feledhetjük, hogy akiket a vészkorszak idején üldöztek, megkínoztak és meggyilkoltak zsidóságuk miatt, hozzánk tartoztak, a magyar nemzet részei voltak. Velünk éltek, részeink voltak, hazájuk volt a lángoktól ölelt kis ország, és nagyon sokat tettek hozzá Magyarország életéhez. Két ember személyes példáját szeretném, mely, mint vízcseppen keresztül láttatja a tengert, felidézni az élet két különböző területéről. Weisz Árpád, a nemzetközi szintéren is rendkívül sikeres labdarúgóedző sorsát, aki az internacionális foci csapatának edzője is volt, és akinek elveire alapul még napjainkban is az olasz edzőképzés. Feleségével és két kisgyermekével gyilkolták meg Birkenau-ban. Szintén szeretném mindannyiunk emlékezetébe idézni Richter Gedeon személyiségét és végzetét, akinek kutatásai mind a mai napig kiinduló ponttól szolgálnak a gyógyítás számos területén, a hazai gyógyszeripar megteremtője, a kalmopirin szabadalmaztatója, aki olyan magyar világvállalatot hozott létre, amely mind az öt földrészre kiterjedő képviseleti hálózatot épített ki már a 20. század elején. Aki elhagyhatta volna hazáját, de nem tette. A nyilasok lőtték a Dunába 44. decemberében. Éppen ezért nem csupán nem szabad felednünk, hogy voltak gyilkosok, de meg is kell neveznünk őket.
nem csupán parancsra, de minden esetben kijelöltek. Voltak államok, akik nem vették fel a küzdelmet, vagy maguk is részévé váltak a szervezett tömeggyilkosságoknak. Az emberek között nincs kollektív bűnösség, mert ha mindenki bűnös, akkor valójában senki nem bűnös. De az államnak van felelőssége, Magyarország mindig világossá tette a rendszerváltoztatás óta, hogy a magyar állam a vészkorszakban saját polgárait nem tudta, sok esetben nem akarta megvédeni, a magyar közigazgatás pedig közreműködött abban, hogy a német megszállást követően több százer magyar embert, magyar zsidó embert hurcoltak el az országból. És nem szabad azt sem elfelednünk, hogy voltak hősök. Hősök, akikre szintén emlékeznünk kell, akik nem néztek félre, akik nem mentek át az utca túloldalára, akik kockáztatták az életüket, vagy akár életüket is áldozták. Emlékezzünk idősebb Antal Józsefre, Keresztes Fischer belügyminiszterre, vagy éppen Kudarr Lajos csendőrezredesre. És vannak tanúink a mai napig. Becsüljük meg mindazokat, akik megjárták a halál árnyékának völgyét, napjainkban is velünk vannak, tanulságot tesznek a borzalmakról, és példájukkal mutatják meg az élet mindent legyőző erejét. Büszkék vagyunk arra, hogy ma Magyarország a zsidó közösség számára Európa egyik legbiztonságosabb helyének számít. A kormány nemzetközi szintéren is kiáll az antiszemitizmus valamennyi megjelenési formája ellen. Fontosnak tartjuk az emlékezést, emlékezni és emlékeztetni kell, hogy mindazt ne lehessen soha elfeledni, ami a 20. század első felében magyar polgárokkal, Magyarország zsidó polgáraival megtörténhetett. Fontosnak tartjuk a lelkiismereti szabadság védelmét. Ennek része a zsidó vallási gyakorlat szabadsága is. Senki nem tilthat meg semmilyen vallási liturgiát, a hit igazságainak elnémítása pedig összeegyeztetlen mindazzal, amit Európában a vallásszabadságról gondolunk. A mai kor lényegesen könnyebb. Mégis látjuk és tudjuk, hogy vannak veszélyek. Európa ősi zsidó-keresztény gyökereinek, kultúrájának a feladása mindannyiunk számára veszélyt jelent. A migráció, ha nem jár együtt integrációval, éppen a zsidóságot fenyegeti a legjobban. És nem csak a szélső jobb oldal, hanem a baloldal és a szélső baloldal is megfogalmaz olyan antiszemita téziseket, vagy eltűr olyan antiszemitákat maguk között, akik ellen korábban még közösen tiltakoztunk, akár a jelenlévőkkel is. Tisztelt elnök úr, igazgató úr, tisztelt megemlékező közösség! A világ összes sötétségének nincs akkora ereje, hogy egyetlen gyertya fényét is elnyomja. Éppen ezért fontosnak tartjuk, hogy évről évre emlékezzünk mindarra, ami a 20. században történt. Emlékezzünk úgy, mint az emberiség egyetemes tragédiájára, de emlékezzünk úgy is, mint a magyarság egészének tragédiájára, és emlékezzünk úgy, mint nagyon sok család máig ható személyes tragédiájára. A magyar kormány ennek jegyében hajt fejet az áldozatok előtt, és emlékezik meg az ő életpéldájukról és áldozatukról. Köszönöm a figyelmet! Tisztelt miniszter úr, tisztelt elnök úr, tisztelt igazgató úr, hölgyeim és uraim! 70 éve, 1945, január 27-én, a szovjet hadsereg megnyitotta az Auschwitz-Birkenaui koncentrációs tábor kapuit. Il y a 70 ans, l'armée soviétique ouvrait les portes du camp de Auschwitz-Birkenau. Le monde découvrait l'extermination méthodique, l'horreur, un crime qui n'avait pas de nom. L'extermination des Juifs. Alors un nouveau mot a été créé, la Shoah. Le plus grand crime commis dans l'humanité, perpétré en Europe, en terre d'Europe,
avec des alliés et des complices dans toute l'Europe. À l'occasion de la journée internationale de commémoration de la Shoah, jour de la libération du camp d'Auschwitz, je salue l'hommage rendu aujourd'hui à la mémoire de toutes les victimes, ainsi que la nouvelle exposition temporaire Wideki Gettok, et le concert ce soir à 18h de la violoniste Isabelle Durin, une Française, et ce concert témoigne de l'étroite coopération qui existe entre le mémorial de la Shoah et la France. Mais je voudrais m'adresser, avant de terminer, aux victimes de l'Holocauste et à leurs familles. Vous qui êtes les derniers témoins, qui continuez de nous dire ce qui fut il y a 70 ans. Le grand historien français Ernest Renan a dit que l'histoire est un mélange de mémoire et d'oubli. Vous êtes là pour nous rappeler qu'il faut résister à la tentation de l'oubli, car il y a des événements qui ne doivent jamais tomber dans l'oubli. Et le travail de mémoire qui est fait par les Européens sur la Shoah, tel que nous le voyons ici, est admirable. Il faut le dire, ce travail doit se poursuivre et doit servir d'exemple. N'oublions jamais. Nefeleidjuk Shoah. Que se nomme Fidel Muket. Engedjék meg, hogy nagykövetasszony szavait azért magyarra is tolmácsoljam azok számára, akik nem értették az eredetit. Miniszter úr, igazgató úr, hölgyeim és uraim! Január 27-e egy olyan dátum, amely örökre bevésődött az emberiség emlékezetébe. 70 évvel ezelőtt, 1945. január 27-én délután 3 óra körül a szovjet hadsereg megnyitotta az Auschwitz-Birkenaui tábor kapuit. A világ szembesült a zsidók módszeres, programozott, tudományos kiirtásával. Egy olyan büntettel, amelynek nem volt neve. Ezért egy új fogalmat alkottak a megnevezésére, a holokausztot. A holokauszt az emberiség történetében elkövetett legnagyobb büntet. Európa területén követték el. Európa szerte szövetségesekre és bűntársakra talált. 6 millió nőt és férfit írtottak ki, csak mert zsidók voltak. 6 milliót. Köztük 1,5 millió gyermeket. Az európai zsidóság háromnegyedét, a világ zsidó lakosságnak több mint egyharmadát. A holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából az auschwitzi haláltábor felszabadításának napján üdvözlöm az áldozatok emléke előtti mai tisztelgést, valamint a vidéki gettóknak szentelt új időszaki kiállítást, és Isabel Durin hegedűművész ma este 6 órakor kezdődő koncertjét, amely a Holokauszt Emlékközpont és Franciaország közötti szoros együttműködés új szakaszát jelenti. Mielőtt beszédemet befejezném, a holokauszt áldozataihoz, az egykori deportáltakhoz akarok szólni. Önökhöz, akik az utolsó tanúk, és akik továbbra is elmondják nekünk, mi történt 70 évvel ezelőtt. A nagy francia történész Ernest Renan azt mondta, hogy a történelem az emlékezés és a felejtés keveréke. Önök arra emlékeztetnek minket, hogy ellen kell állnunk a felejtés kísértésének, mert vannak események, amelyek soha nem merülhetnek feledésbe. Az európaiak által a holokauszttal kapcsolatosan elvégzett emlékezési tevékenység, ahogyan itt is látjuk, csodálatra méltó. Ennek folytatódnia kell, és példaként kell szolgálnia. Sosem felejtünk. Köszönöm figyelmüket. Minister, colleagues and friends of the Diplomatic Corps, Director of the Center, ladies and gentlemen, but first and foremost, dear Holocaust survivors who are here with us today. 77 years after the end of World War II, anti-Semitism is unfortunately on the rise again all around the world. Especially after the horrors of the 20th century, it is unacceptable to tolerate this phenomena in the 21st century.
On the 27th of January, we all pay tribute to the memory of the victims of the Holocaust and fully commit ourselves to counter anti-Semitism, racism, xenophobia, and any other form of intolerance and discrimination. It is also important to note that January 20th marked the 80th anniversary of the notorious Wannsee Conference, where Nazi officials planned the eradication of the Jewish people, also known as the Final Solution. The UN General Assembly unanimously adopted on that day, last week, a historic resolution calling for action to combat Holocaust denial and distortion as anti-Semitism continues to surge globally. We would like to thank Hungary for being one of the co-sponsors of this resolution. It is necessary to understand that anti-Semitism is also the introduction to other forms of hatred, discrimination, and exclusion of various groups of people who, for some reason, are considered different from others in society. This sad reality urges us to make sure that the memories of the Shoah will never be forgotten and that the voices of hate will be silenced. Ladies and gentlemen, for us Jews, the Shoah is not just a story, but it is the story of our people, our communities, and our families, mine included. For Jews, the Shoah is not a mere story, it is a personal loss and grief so deep that will forever remain with us. It is our history, it is our lives. Therefore, it is our every right and duty to remind the generations to come and educate them all about the Holocaust and, most importantly, to never ever forget. It is essential to note that January 27th marks the anniversary of the liberation of the Nazi concentration and extermination camp of Auschwitz-Birkenau by Soviet troops. Approximately 500,000 Jewish soldiers fought in the Red Army, and over one-third of them lost their lives fighting against Nazi Germany and its allies. Auschwitz was liberated by the 322nd Infantry Battalion under the command of Major Anatoly Shapiro. In an interview many years later, Shapiro described what he saw when he entered this hell on earth. "The first thing I saw was a group of people standing outside in the snow. They looked like skeletons wearing prisoners' uniforms and barefoot. They were so weak that they could not turn their heads towards us. We told them that the Red Army was here to liberate them. They started to touch us to make sure we were reality and not ghosts. Today, as we don't have any more too many survivors with us, and for many of our young people, the events of the Holocaust seem to belong to a far away and distant past, if at all. Auschwitz also has a Hungarian connotation, because as President János Áder said in his speech in Auschwitz on the occasion of January 27th in 2014, it is the biggest Hungarian cemetery on earth, since around one-third of the 1.5 million people murdered there were Hungarian Jews. Moreover, Hungary, unlike other countries, is not rejecting its past and bears responsibility for it, as we just have heard. Remembering the Shoah, ladies and gentlemen, is our shared global responsibility, and there is no better education for the future than to remember the past and honor the victims of these devastating crimes. Thus, we are here today to retell the stories of the destruction of our civilization. It is your story and it is our story. It is both a Jewish and a universal history. The story of the survivors who are with us today. The story of the 6 million who died. The story of the Jewish people and of anti-Semitism. May the memory of our brothers and sisters be blessed forever, never again. Thank you. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy letolmácsoljam Önökre magyarra és a nagykövet úr szavait.
Tisztelt vendégek, igazgató úr, nagykövet asszony, nagykövet úr, hölgyeim és uraim, és mindenek előtt tisztelt túlélők. 77 évvel a II. Világháború vége előtt sajnos az antiszemitizmus újra előretörőben van szerte a világon. Elsősorban a 20. század szörnyűségeit követően egyszerűen elfogadhatatlan tolerálni ezt a jelenséget a 21. században. Január 27-én valamennyien fejet hajtunk a holokauszt áldozatainak emléke előtt, és teljesen elkötelezzük magunkat amellett, hogy leszámolunk az antiszemitizmussal, a rasszizmussal, az idegengyűlölettel, valamint az intolerancia és a diszkrimináció valamennyi formájával. Azt is fontos megjegyeznünk, hogy január 20-a volt a hírhet Wannsee-i konferencia 80. évfordulója, amikor a náci tisztek megtervezték a zsidók teljes mértékű kiirtását, amit végső megoldásként is ismerünk. Az ENSZ közgyűlése ezen a napon egyhangúan egy történelmi jelentőségi határozatot fogadott el, melyben felszólított mindenkit arra, hogy tegyék meg a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy a holokauszt tagadás és a holokauszt eltorzítása ne történhessen meg, ugyanis az antiszemitizmus egyre inkább előretör globális szinten. Szeretnénk köszönetet mondani Magyarországnak azért, hogy ennek a kezdeményezésnek is tagja volt és részt vett ebben a határozat megszületésében. Nagyon fontos megértenünk, hogy az antiszemitizmus, a gyűlölet, a diszkrimináció és számos embercsoport kizárásának egy másik formája, és éppen ezért nagyon fontos, hogy erre ne kerülhessen sor. Ez a nagyon szomorú valóság arra sürget bennünket, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a Shoah emlékezete sosem merül feledésbe, és hogy az elhallgatottaknak és hogy elhallgattatnak a gyűlölet hangjai. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Számunkra, zsidók számára a Shoah az sosem egy egyszerű történet. Ez a mi népünk története, ez a közösségünk története, ez a családjaink története. Ez azon nagynénik és nagybácsik és nagyszülők története, akikkel sosem volt lehetőségünk találkozni. Ez azon családtagok története, akik élhettek volna. Ez azon unokatestvérek története, akik sosem születtek meg. Ez azon ártatlan emberek története, akik teljes és boldog életet élhettek volna, és akik talán feltalálók, tanárok, jogászok vagy mérnökök lehettek volna. Ez az elveszett életek története, az elveszett lelkeké, az elveszett léteké. És ez mindazoknak a története, akik mellettünk lehettek volna, amennyiben a Shoah nem történt volna meg. Ez az elveszett zsidó nép története. Ugyanis a zsidó életeknek egy harmada veszett oda. 77 évvel később egyszerűen nem számít az, hogy milyen sikeressé is váltak a zsidók szerte a világon. Még mindig 3 millióval kevesebben vagyunk, mint a világháború 1939-es kitörésekor voltunk. És úgy tűnik, hogy ez egy visszafordíthatatlan tény. Számunkra, zsidók számára ez nem egyszerűen a Shoah. Ez személyes veszteség. Egy olyan gyász, amely borzasztóan mély és mindörökké velünk marad. Éppen ezért minden jogunk és minden kötelességünk megvan arra, hogy emlékeztessük az elkövetkező generációkat, és oktassuk őket a holokausztról, és ami még fontosabb, hogy soha, de soha ne feledjük el. Nagyon fontos megjegyezni, hogy január 27-e az a nap, amikor a szovjet csapatok felszabadították a náci koncentrációs és megsemmisítő tábort Auschwitz-Birkenau-ban. Körülbelül 500 ezer zsidó katona harcolt a Vörös Hadseregben, és több mint egyharmaduk életüket vesztették a náci Németország ellen folytatott küzdelemben, valamint a szövetségeseik ellen folytatott küzdelemben. Auschwitzot a 322. gyalogos zászlóalj szabadította föl Anatolij Sapiró őrnagy vezénylete alatt.
Egy interjúban évekkel később Shapiro a következőképpen írta le, amit akkor látott, amikor belépett ebbe a földi pokolba, és itt most engedjék meg, hogy idézzem. Az első dolog, amit láttam, az egy csoport ember volt, akik ott álltak, odakint a hóban, és úgy néztek ki, mint mezítlábas csontvázak rabruhába öltöztetve. Annyira gyengék voltak, hogy még a fejüket sem tudták felénk mozdítani. Mondtuk nekik, hogy megérkezett a vörös hadsereg, és azért vagyunk ott, hogy felszabadítsuk őket. És akkor elkezdtek hozzánk érni, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy valóság vagyunk, és nem valamiféle szellemkép. Napjainkban az utolsó túlélők is lassan itt hagynak bennünket. És nagyon sokan a fiataljaink közül úgy gondolják, hogy a holokauszt az valamilyen távoli múlthoz tartozik, ha egyáltalán gondolnak erre. Auschwitznak nagyon fontos magyar kapcsolata is van, hiszen ahogy Áder János köztársasági elnök úr 2014. január 27-i beszédében is megemlítette, Auschwitz a legnagyobb magyar temető a Földön, hiszen a 1,5 millió meggyilkolt embernek egyharmada magyar zsidó volt. Ezen túl Magyarország, eltérően más országoktól, nem utasítja vissza a múltját, és felelősséget vállal érte. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ha a Shoára emlékezünk, illetve a Shoára emlékezni, ez egy közös egyetemes felelősség. És én azt gondolom, hogy nem lehet jobban oktatni a jövő számára, mint emlékezni a múltra, és tiszteletet tanúsítani ezen szörnyű büntettek áldozatai iránt. Éppen ezért, mi azért vagyunk itt a mai napon, hogy újból elmondjuk ezeket a történeteket, civilizációnk tönkretételének történeteit. Ez az önök története. Ez a mi történetünk. Ez mind zsidó történet, és mind egyetemes történet. A túlélők története, akik mind a mai napig velünk vannak. Azon 6 millió története, akik életüket vesztették, a zsidó nép és az antiszemitizmus története. Legyen örökké áldott testvéreink emléke. Soha többet. Köszönöm figyelmüket. Jó napot kívánok! Уважаемый господин министр, уважаемый господин директор, ваше превосходительство, дамы и господа, конечно же, в первую очередь, выжившие жертвы Холокоста. Tisztelt miniszter úr, igazgató úr, kedves vendégek, kedves barátaim és kedves holokauszt túlélők. 20 января 1942 года, то есть 80 лет тому назад, на вилле в берлинском городе Ванзее состоялось собрание представителей правительства и руководителей нацистской Германии, где было принято чудовищное по своей жестокости и цинизму решение об окончательном решении еврейского вопроса. С этого момента уничтожение еврейского населения как в Германии, так и на оккупированных ею территориях осуществлялось на организованной, системной основе. В специально созданных лагерях смерти были убиты миллионы человек. Многих заглушили в гетто и расстреляли на полигонах. Красная армия освободила концлагеря Освенцим, Штутхов, Заксенхаузен, Равенсбрюк, Майданек, превращенные нацистами в настоящие фабрики смерти. Она же спасла жизни 70 тысяч евреев, узников Будапештского гетто. 1942. január 20-án Berlin-Wannsee nevű külvárosában egy villában tartották a német kormány és a náci vezető képviselőinek találkozóját. A résztvevők a maga kegyetlenségében és cinizmusában borzalmas határozatot fogadtak el a zsidó kérdés végső megoldásáról. Ettől a pillanattól kezdve a zsidó lakosság szervezett és szisztematikus kiirtását hajtották végre mind Németországban, mind az általa megszállt területeken. 1942 és 1944 között több millió embert öltek meg a külön erre a célra létrehozott haláltáborokban. Sokakat halálra kínoztak a gettóban, vagy lőttek agyon. A Vörös Hadsereg volt az, amely felszabadította a nácik által halálgyárra alakított auschwitzi, stutthofi, sachsenhauseni, ravensbrücki és majdaneki koncentrációs táborokat.
Megmentette a budapesti gettóban bebörtönzött 70 ezer zsidó életét is. Dato освобождения советскими солдатами концлагеря Освенцим 27 января Генеральная Ассамблея ООН объявила Международным днем памяти жертв Холокоста. В этом решении выражена твердая воля мирового сообщества передать будущим поколениям правду о варварских преступлениях нацизма, защитить человечество от пороков ксенофобии, расизма и экстремизма. Január 27-ét az Auschwitz-i koncentrációs tábor szovjet hadsereg általi felszabadításának napját az ENSZ közgyűlése a holokauszt nemzetközi emléknapjává nyilvánította. Ez az egyhangulag elfogadott határozat kifejezi a világközösség szilárd akaratát, hogy a jövő nemzedékeknek átadja az igazságot a nácizmus barbár bűneiről, hogy megvédje az emberiséget az idegengyűlölet, a rasszizmus és a szélsőségesség bűneivel szemben. В России сейчас проходит неделя памяти, цикл мемориальных и образовательных мероприятий, посвященных жертвам Холокоста. В эти дни мы склоняем головы перед теми, кто прошел через ад концентрационных лагерей, кто был расстрелян и замучен, погиб от голода и болезней в гетто, перед всеми жертвами бесчеловечной войны, развязанной нацизмом. Невозможно и непостижимо осознавать, чтобы люди оказались способны на такие зверства, и что они могут быть подвержены такому поистине вселенскому умопомрачению. Но в равной степени невозможно и непостижимо видеть на улицах некоторых городов современной Европы марши неонацистов, факельные шествия в честь тех, кто активно сотрудничал с ними и являлся соучастниками их преступлений. По сути, это открытое надругательство над памятью жертв Холокоста. Поэтому очень важно сохранять правду о той страшной трагедии, правду без купюр и переписывания, чтобы она продолжала быть для всех нас уроком и предостережением. Ma a holokauszt áldozatainak emléknapján fejet hajtunk azok előtt, akik megjárták a koncentrációs táborok poklát, akiket lelőttek és megkínoztak, akik éhen és betegségben haltak a gettóban, a nácizmus által elszabadított embertelen háború minden áldozata előtt. Lehetetlen és felfoghatatlan, hogy emberek képesek voltak ilyen kegyetlenségekre, hogy ilyen valóban egyetemes őrületet hajtottak végre. De ugyanilyen lehetetlen és felfoghatatlan látni a modern Európa egyes országainak utcáin a nácik tiszteletére rendezett meneteket, fáklyás felvonulásokat. Azok tiszteletére, akik aktívan együttműködtek velük, és cinkosok voltak bűneikben. Ez valójában a holokauszt áldozatai emlékének nyílt meggyalázása. Ezért nagyon fontos, hogy megőrizzük az igazságot erről a szörnyű tragédiáról. Az igazságot minden vágás és szerkesztés nélkül, hogy tanulságként és figyelmeztetésként velünk maradjon. В заключение хотел бы поблагодарить организаторов сегодняшнего мероприятия, авторов выставки «Гетто за пределами Будапешта не пощадили никого», мемориальный центр Холокоста, за ту важную работу, которую вы делаете именно по сохранению правды и памяти о Холокосте, одной из самых черных и позорных страниц новейшей истории. Благодарю вас. Szeretnék köszönetet mondani a Vidéki Gettók, nem maradt itt közülük hírmondó sem című kiállítás szervezőinek, a Holokauszt Emlékközpontnak, azért a fontos munkáért, amit a holokauszt, mint a modern történelem egyik legsötétebb és legszégyenletesebb fejezetének, igaz emlékének megőrzése érdekében végeznek. Sosem feledünk. Köszönöm a figyelmet. Tisztelt miniszter úr, excellenciás hölgyek és urak, elnök urak, főrabbi úr, tisztelt emlékező honfitársaim! Megemlékezésünk zárásaként engedjék meg, hogy a Holokauszt Emlékközpontot működtető Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Kuratóriuma nevében megköszönjem, hogy jelenlétükkel hozzájárultak rendezvényünk és csatlakoztak hozzánk a vészkorszak minden áldozatának emléke előtt főhajtás alkalmával. Külön öröm számomra, hogy tiszteletadásunkon megjelentek a tragikus történetben érintett országok diplomáciai képviselői, a magyar állami intézmények, szervek képviselői, önkormányzatok,
és a zsidó közösségek vezetői, egyetemek, iskolák, sportegyesületek képviselői, történészek, levéltárosok, könyvtárosok, kutatók, az egész magyar társadalom legkülönbözőbb szegmenseinek tagjai, valamint a média képviselői, akiknek segítségével megemlékezésünk eljut hazánk minden jó akaratú polgáráig. Mindenek felett azonban hadd köszönjem meg azoknak a túlélőknek a jelenlétét, akik a mai, nem könnyű időkben is éreztek magukban annyi erőt és elhivatottságot, hogy egy kadis, illetve egy mécsesgyújtás erejéig a tragikus történet élő tanúiként velünk legyenek. Küldetésünk során szeretnénk még sok-sok évig támaszkodni rájuk, az általuk felidézett történetekre, emlékekre. Olyan cél érdekében dolgozunk, amelyért folyamatosan kell küzdeni. Soha sem mondhatjuk, a költőt idézve, hogy megálljunk, mert itt van a Kánaán. Ennek érdekében fejtik ki tevékenységét a Holokauszt Emlékközpont, dolgozik az emlékek, tárgyak, dokumentumok, egy szóval a történelmi bizonyítékok megőrzésén küzd a holokauszt tagadás és a holokauszt történelem sajnos egyre gyakoribb torzítása, valamint az antiszemitizmus, a kirekesztés ellen. Az Emlékközpont munkatársai e cél érdekében kutatják, dolgozzák fel a történeteket, mutatják be az eseményeket a legszélesebb közönség számára, nemzetközi konferenciákon, műhelybeszélgetéseken, különböző kiadványokban, tanulmányokban, honlapunkon és közösségi csatornáinkon, vagy éppen időszaki kiállítások segítségével. Ez utóbbinak kiváló példája a ma este nyíló vidéki gettók, nem marad itt közülük hírmondó sem, című időszaki kiállítás, amelyet önök megemlékezésünk végén a kadis és a mécsesgyújtás után az alkotók szakmai segítségével még a megnyitó előtt bejárhatnak. Kérem, készüljenek fel arra, hogy nem lesz könnyű történet, amelyet zsinagógánk karzatán megismernek. Ugyan a német megszállás kellett ahhoz, hogy meginduljon a gettósítás és a deportálás folyamata, és ezt a korabeli magyar államapparátus a megszálló akaratát teljesítve, sőt túlteljesítve, együttműködően, lelkesen szolgálta ki. Alig akadt olyan hely, ahol a helyi közigazgatás megpróbálta volna emberi viselkedéssel mérsékelni a folyamat embertelenségét. A legtöbb helyen leírhatatlan kegyetlenség uralkodott, a kifosztott és gettókba kényszerített emberek megalázása, az éheztetés, a szomjaztatás, gyakori razziák, verések, az elrejtett értékek után kutató csendőrök és rendőrök kegyetlenkedései, hitközségi vezetők árammal történő kínzása, nők, csendőrök előtt történő testileg vizsgálata, idős rabik agyonverése, a szörnyűségek elől öngyilkosságba menekülők százai. És mindennek ellenpólusaként a többségi társadalom közönye, vagy éppen a káröröm, amely a kiállításon is idézett újságcikkekből sugárzik. Kérem, engedjék meg, hogy felolvassak néhány autentikus mondatot. Tudtuk, mi történik, tudtuk, mi készül, de nem hittük el, hogy ez ránk is vonatkozhat. Tudtuk, mi van a Mein Kampfban, tudtuk az Anschluss utáni atrocitásokról az osztrák városokban. Jöttek a menekülő cseh zsidók Magyarországra és a magyar, de különösen a budapesti zsidók még mindig nem hitték el, hogy velük bármi hasonló történhet. Gondoltuk majd, csak lesz valahogy. A családunk már összeterelve élt egy csillagos házban. Én munkaszolgálatos voltam, de édesapám még mindig úgy gondolta, hogy ugyan mi baja lehetne az ő családjának, hiszen őt szeretik a betegei. Így emlékezik vissza ezen vészterhes időkre a körünkben most megjelent dr. Körbendi István orvos, aki túlélve a borzalmat, ma 99 évesen is, hihetetlen humánummal, tisztességgel és tartással segíti, gyógyítja embertársait, mutatva a jó, a nemes diadalát, a rossz, az alantas, a gonosz felett. Senkinek sem könnyű mai fejjel megérteni a történteket.
A kor egyidejű kegyetlenségét és közönyét, de különösen nehéz ez nekünk, akik kevés túlélő leszármazottjai vagyunk. Akiknek egy név az áldozatok emlékfalán nem csak egy ismeretlen személyt jelöl, hanem egy soha meg nem ismert nagyszülőt, nagybácsit, unokatestvért, rokont vagy családunk barátját. Ezt az érzést szeretnénk megosztani, ezt kell megosztanunk minden jóindulatú emberrel, mert csak együtt, közösen tudjuk megakadályozni, hogy a holokauszt iszonyú áldozata ne legyen hiába való. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kérem, fogadják hát szeretettel a tárlatot, amely azért is nagy eredmény, mert annyi más kulturális intézményhez hasonlóan a holokauszt emlékközpont számára sem könnyű az elmúlt év. Látogatóink jelentős részét kitevő külföldi turisták számának számottevő csökkenése, valamint a járvány miatt óvatos iskolák által mérsékelt diákcsoportok száma érzékenyen érintette intézetünket. Ezzel egyidejűleg azonban folytatódott új partnerek keresése és bevonása is, amelynek az egyik legkiválóbb példája a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel történő együttműködés továbbfejlesztése. De hasonló előremutató együttműködés volt, amikor az emlékközpont részt vehetett a belügyi állomány részére készített antiszemitizmusról, az elleni fellépésről szóló online tananyag tartalmi gyarapításában. A nemzetközi együttműködés tekintetében külön kiemelném a franciaországi intézményekkel, szervezetekkel folyó kooperációt, különösen az oktatás terén és a HDKR részvételét több nemzetközi holokauszt emlékezési szövetség az IHRA által támogatott projektben is. Jelentős a határon túli kutatók mind szélesebb bevonása is az emlékközpont tevékenységébe, hiszen ha végezni kívánjuk a feladatunkat, a holokauszt magyarországi történelmének feldolgozását, bemutatását, akkor figyelembe kell venni, hogy az áldozatok jelentős része az ország mai határain kívülről származott. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Úgy érezzük, minden áldozat vagy embermentő nevének feljegyzése, a vészkorszak történelmének megismertetése minden egyes tanúval, érdeklődővel, minden egyes tanulóval, érdeklődővel nem más, mint főhajtás, tisztelgés az áldozatok emléke előtt. Munkatársaimmal így fejezzük ki tiszteletünket a hősök és a mártírok iránt. Köszönöm, hogy meghallgattak. Auschwitz-Birkenau túlélő unokájaként mondom el a kadist. Nagymamám Nyíregyházáról lett deportálva, és amikor hazatért, és én megszülettem, akkor mindig azok az emlékeket idézte, ahogy kiszálltak a vagonból Auschwitzban, és az ottani rabok mutatták a felszálló füstöt, hogy nézd, a te szüleid ezekben a pillanatokban, a te testvéreid itt szállnak el, a drágáinkért hangozik föl most a gyászolók imája, kadis ima. Izgadal, izgadas, semély rábó, Beolmo divro hirusei vi amlich makusei behai hoin uvi oi mechoin uve chayei dechol beis Yisroel baagolo uvi zman kori ve imru omen Yehi shmei rabu mevora lolam ulol mei ul mayu izborak vishtabak vispoar Visraimam, Visnasei, Vishador, Visale, Vishalol, Shemei de Kudosho, Brehu. Le'elo min kol birchoso, Veshiroso, Tushbehoso, Venechemoso, Viamirom beolmo, Vimru omen. Yehi shlomo rabo, min shumayo. Haim oleinu, ve'al kol Yisroel, v'imru, omen. Oise sholayim bimraimu, u'yase sholayim oleinu, ve'al kol Yisroel, v'imru, omen.